Az Életmenete Alapítvány kuratóriumi tagja Répás Péter van a telefonnál. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Hát azért kellett jó pár nap, mire gyakorlatilag mindenki kimondta már ma, a mai napon, hogy ez ízléstelen, de aljavából. Mondhatjuk azt is, hogy jobb későn, mint soha, és hogy a miniszterelnök mai döntése egy jó döntés volt, de egyáltalán hogy alakult ez így? Hogy húzódott idáig? Hogy kaphattak erre engedélyt? Mit tud ön erről? Hát én először is azt szeretném mondani, hogy mint egy európai civilizált ország miniszterelnöke nem nagyon lehetett más tenni, mint hogy korrigálni a rendőrségnek a döntését, méghozzá a szólásra gyülekezés szabadsága jegyében. Félreértésség, minden felvonulás, demonstráció a demokrácia nélkülözhetetlen pilléréi, de véleményünk szerint a fasizmusnak és a náciknak semmi, de semmi közük nincs a demokráciához. Egyszerűen nem kívánatosak ebben az országban. Én azt gondolom, kérdésére válaszolva, hogy teljesen normális, hogy valaki bejelent egy rendezvényt, azt valahogy engedélyezik, és utána jönnek hangok, amelyek tetszenek, tetszés nyilvánítanak, vagy elutasítják. Én azt gondolom, hogy ez a provokatív agygázt nevű demonstráció, ez gusztustalan és méltatlan ehhez az országhoz, és azt gondolom, hogy a felhördült civilek és végül a hatóságok szava megoldják ezt a problémát. Önök is nyilván, amikor az életmenetét szervezik, a rendőrségnek kell, hogy bejelentsék útvonal meghatározásával, várható létszám, tehát ennek van egy protokollja. Ilyenkor a rendőrségnek, és tudom, hogy nem rendőrségi szakértő, csak hát nyilván az életmenete kapcsán már évek óta találkoznak ezzel a menettel, ezzel a protokollal a hatóságoknál. Tehát ilyenkor az, hogy kicsoda, micsoda, mit akar, és milyen rendezvény mellé, és milyen címmel, ez egyébként szóba kerül a rendőrség bejelentésnél? Hát az életmenete az, hála Isten, egy megszokott rendezvénytípus a rendőrség életében. Mindig nagyfokú segítséget és támogatást kapunk az ő részükről, együtt határozzuk meg, hogy a lehető legjobban tudjuk szolgálni a rendezvény érdekét, mind biztonsági, mind látvány szempontjából. Mi figyelünk, hogy a Budapestet ne bénítsuk meg, ők meg felügyelnek arra, hogy a menet nyugodtan mehessen, de azért ők egy hatóság, amelyek valamely törvényt próbálják érvényesíteni. Nem gondolnám, hogy ez az ő problémájuk, megpróbálják a jogszabályokat az ő legjobb értelmezésük szerint betartani. Én azt gondolom, hogy egy fejlődő társadalomban, olyan, mint Magyarországban is, nagyon fontosak ezek az erőteljes civil visszajelzések, hogy bizonyos rendezvények tetszenek vagy nem tetszenek, és konkrétan ezek a náci felvonulások egyre inkább nem tetszenek. És azt gondolom, hogy ezek a felszólalások és erőteljes nyomásgyakorlás a civil társadalom részéről a törvényhozóra, a politikai pártokra előbb-utóbb azt fogják eredményezni, és ezt nagyon remélem, hogy sok példa után meg is tapasztalhatjuk, hogy a törvények egyértelműen tiltani fogják ezeket a rendezvényeket, és ahogy ön is mondta, és jóval előtte be kell jelenteni, napokkal előtte egy ilyen rendezvényt, hogyha bizonytalan a hatóság, azt gondolom lehet segítséget kérni azoktól a jogászoktól, a jogtudósoktól, akik meg tudják adni a megfelelő választ a rendezvény milyen formájára vagy irányultságára. Hát ez az egyik útja, amit ön most elmondott, hogy törvény tiltja azt, és szépen lassan elérünk oda, hogy a szólás szabadság egyébként szentsége alatt, és azzal annak szentségével senki nem élhet vissza. A másik út, ami szintén fontos, és talán ugyanennyire fontos, hogy amikor bárkinek a bomlott agyába olyan gondolat ötlik, hogy ő most fasiszta eszméket hirdetne bárhol, bármikor, bármilyen formában, akkor igenis, hogy az értelmes többségnek a többsége is fellépések kell, hogy megmutassa azt, hogy ti itt vagytok, nagyon, nagyon sajnálunk titeket, amiért ennyire szomorú fejetek és lelketek van, de mi vagyunk többen, akik normálisan gondolkodunk. Ez is egy járható után. Én azt gondolom, hogy az életmenete pont ezt az utat látja, és Olga ön is ismeri ezt az utat, hiszen voltunk együtt életmenetén. Hogyne? És azt gondolom, hogy a mi munkánk, ami ugye egy oktatási programnak a része, két dolgot tud mutatni a társadalomnak.
egyrészt a mi oktatási programjaink, nem csak egyedül vagyunk természetesen, iskolákba megyünk el, konferenciákat szervezünk, több kiállításunk van. Ez mutatja azt, hogy lehetséges az, hogy a társadalmat, a gyerekeket minél hamarabb megismertessük avval, hogy mire képes az ember, és milyen döbbenetes tetteket tud egymás ellen elkövetni. A másik meg, hogy rendezünk olyan tömegdemonstrációt, egy örömfelvonulást, az életmenetét, ami megmutatja, hogy a jó mindig győz a rossz felett. Az évek folyamán többen és többen jönnek az életmenetére, tavaly 20.000 fölötti létszám volt, én azt gondolom, hogy ebben az évben is minden jó érzésű állampolgárt meg kell kérnünk, fel kell szólítanunk arra, hogy jöjjön el, és mutassuk meg, hogy mi sokkal, de sokkal többen vagyunk, mert ezek a motoros legények pár tizen vagy huszan motoroztak volna a városban riadalmat és megdöbbenést keltve, mi meg legyünk most 30-50 ezeren ezen a felvonuláson, és mutassuk meg, hogy sok tízezerrel többen vagyunk, mint a rossz gondolattal küzdő emberek. Hát nem a halálnak van értelme, hanem az életnek, egyetértünk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra, viszonthallásra.